1956. október 23-a hazánk történelmének egyik legmeghatározóbb napja, amikor a magyar nép szembeszállt az elnyomó hatalmakkal. Erről az eseményről emlékeztek meg Szerencsén is október 23-án. Az ünnepség koszorúzással kezdődött a Kossuth téren, a Rákóczi Vár színháztermében pedig a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola diákjai adtak műsort. Az 1956. október 23-ai eseményekre emlékeztek meg Szerencsén is. Az ünnepi műsor kezdeteként a Kossuth téren az 1956-os emlékműnél tették tiszteletüket a megemlékezők. Az eseményen közreműködött a Hegyalja pedagógus kórus, valamint Nagy József, aki Márai Sándor Mennyből az Angyal című verséből mondott el egy részletet. Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. Ezt követően az önkormányzat, politikai pártok, intézmények és civil szervezetek képviselői helyeztek el koszorút az emlékműnél. Az ünnepség a Rákóczi Vár színház termében folytatódott, ahol Nyíri Tibor polgármester osztotta meg gondolatait. A városvezető hangsúlyozta, hogy a magyarok fellázadtak az erőszak és az elnyomás ellen, és kiálltak a szabadságukért. De a legfontosabb, amit egy embertől elvehetnek, az élelmen kívül a belső érzés. A belső érzés, hogy én önmagam ura vagyok, és nem parancsszóra kell az életemet élni. Egy félelemben ért a nemzet, hiszen az államvédelmi osztály és a fekete autók jöttek és megszállták a falvakat, és nem egy ember, hanem tízesével, huszasával vitték el az embereket. Több tízezer, több százezer ember családja nyomorodott meg, keseredett meg, amit én úgy gondolom, mind a mai napig hurcol lelkében, szívében az, aki életben van, és aki még emlékezni tud. Hozzátette, a magyar nép az egész világ tiszteletét kiérdemelte azzal, hogy szembe ment az elnyomó hatalmakkal. A beszédet követően a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola diákjai műsorukban versekkel, táncokkal és énekekkel elevenítették fel az 1956-os eseményeket. Elvitték az egyik felszólalót, ő csak az igazságot mondta ki. Nem tűrhetjük az elnyomást. Ha láttad volna, mennyien voltak kint az utcán, mennyi fiatal s mindegyet akart. A szabadságot és a függetlenséget. A megemlékezés ifjabb Tatai Zoltán sírhelyénél folytatódott, ahol Estók István református lelkész mondott imádt az áldozatokért, majd Nagy József Tatai Zoltán egykori barátja méltatta a szerencsi hőst, akit segítségnyújtás közben érte a halálos lövés. Oleher István nyughelyénél ért véget a megemlékezések sora, aki szintén a forradalom egyik szerencsi áldozata volt. A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola ünnepi műsora megtekinthető a Híradó után, valamint a Szerencsi Hírek YouTube csatornáján.